Államfő elfordulna a Nemzeti Hírszolgáltatótól. Árulásnak tűnne, mintha katolikussá lennék. És képzeld el a házat egy rémes tállal a tetején. Mi történt? Nézzétek! Azt maga festette? Igen. Maga fest? Vagy szobrászkodik? Mit akar? Mi ez? Azt a képet! Ott az a festmény! Arra kértem! Tudjátok, mit mond? És milyen nyelven vésték? Híres, aki csinálta? Egyéb művészet? Például zene? Azonáltal követeli a magát. Gondoltam, fiatal vagy, értesz hozzá. Ez pocsi. Azt mondja, én vagyok a bárány. Én vagyok a bárány, és ti gyermekeim, ti éltettek engem. Igen! Nem. Hát persze, József az Arameus. Ha keveri az impresszionizmust a vonaltechnikával, az eredmény zavaros kompozíció. Mi bajod? Úgy látszik, meghalt vésés közben. Lehet, hogy van a csomagban versenycsatorna is. Vagy a bárány a nép, és a tej a szocializmus. Vagy talán ő a tej. Talán rossz a házassága. Talán befoghatta a száját. Nem, lehet az is, hogy csak inni kér, nem? Elhagyta magát. Vagy esetleg félredugott valakivel. Ezek valának az utolsó szavai Józsefnek, az Arameusnak. Valóban látott jobb napokat. Ezek szerint ügyesen választott. Itt a televízió készülék is metafora.